Sziasztok, meséljetek, hogy kik vagytok, mit csináltok itt és mivel foglalkoztok. Sziasztok, hát igazából négy éve cosplayezünk, ez a harmadik komolyabb cosplay. Van egy oldalunk is, Himend ipari cosplay. Most a Diablo 3-ból vagyunk, egyébként mi is ugyanolyan emberek vagyunk. Én kórházban dolgozom, ő pedig iskolában, ő irodista. Én nagyon szeretek vele foglalkozni, tehát minden szabadidőmet ezzel töltöm. Milyen karaktereket választottatok és miért? Én a Demon Hunter-t, mert ez volt az első karakter, amivel elkezdtem játszani, és nagyon szeretem. Én meg a barbárt, mert hát a testalkatomhoz az illik a legjobban, úgyhogy nekem ezért lett az a választás. Melyik volt a legelső cosplayetek? A Kalandra Felből, Finn és Buborék hercegnő. Mi volt a legnagyobb kihívás, amit gyakorlatilag jelmez készítés közben találkoztatok? Hát ennél volt most a szakáll, az nem is sikerült úgy, ahogy én azt elvártam volna. Latexel most dolgoztunk először, meg igazából az Evát is, meg a Voldlát is most próbáltuk ki legelőször. Hm? Meg az elektronikát. Ja, hát igen. Meg az. De az elég jó, hogy sikerült. Na, szuper. Mik a terveitek a jövőre? Mi az a jelmez, amit így kinéztetek, hogy esetleg közösen, vagy akár külön-külön megcsinálnátok? Hát én egyénibe szeretném Kerrigant, a StarCraft 2-ből, ezt egyénibe. Hát de az még jó pár év lesz, mire sikerül, mert szeretném kivinni legalább egy európai versenyre. Hát közösben meg, hát nekem egyéni úgy túlzottan még nincsen terve. Közösben van egy a Star Wars univerzumból Darth Malgus, a Old Republic érából, meg neki úgymond a csatlósa egy Twi'lek lány, ő lenne ugye a párom, és hát azzal is lesz majd kihívás, az majd szerintem jövőre fog elkészülni. Már várjuk, hogy azt is bemutathatjuk majd a közönségnek. Mennyire jogdíjas a Solitörös logó az övelem? Mennyire lehet perelni? Mennyire érte? A jogdíjas? Hát azt a Blizzardot kell megkérdezni, mert hitelesek akartunk lenni, és így néz ki a labbal a páncélon, de igen, megkaptuk már ezt a kérdést. Szuper, ennyi lett volna. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük. Nagyon köszönjük.